Igen, hál' Istennek újabb győzelemmel zártuk ezt a hétvégét. Hozzánk látogatott a Tiszakécskei Egyesület, és a mérkőzésről annyit tudni kell, hogy hát előzetesen nem nagyon ismerjük a csapatokat, illetve hát van néhány információnk azért, de én már kezdem látni, azért elég rendesen átalakult már ez a bajnokság, és nem tudhatjuk, hogy ki milyen erőt képvisel. Hál' Istennek ezt a mérkőzést 7 gólos előnnyel zártuk, 30-23-as végeredménnyel. A mérkőzés alakulása, hát az első 1-2 percben egy kis tapogatózással indult a mérkőzés, egy gól ide, egy gól oda, majd a félidő közepe tájékán sikerült egy kicsit meglépnünk az ellenféltől, már 7 góllal is vezettünk, de a félidő mindösszesen csak egy 15-11-es eredménnyel zárult a javunkra. A második félidőben is hasonlóképpen kezdődött a mérkőzés, és igazán itt az első 10 perc után ismét sikerült ellépnünk az ellenfelünktől. Maximum 8 gólig jutottunk, és itt játék lehetőséget adtam igazán minden fiatalnak, egy kicsit megkavartam a csapat szerkezetét is, és ekkor vissza tudtak zárkózni 3 gólra a Tiszakécskeiek. Majd a végén ismét vissza tudtam küldeni a kezdő csapatomat, és így 7 góllal jobbnak bizonyultunk az ellenfelünktől. A mérkőzésen ismét kiváló teljesítményt nyújtottak az idősebb generáció tagjai. Márki Éva 13 góljával a mezőn legjobbjának bizonyult, illetve Tordi Krita 11 góljával a mérkőzésen hozzájárult a sikerhez, és néhány fiatal is még betalálta az ellenfél kapujába. A védekezésünkben nagyon nagy feladat hárolt ismét Szélna Biancára és Zsubori Zsófira, akik kiválóan oldották meg az ellenfél nagy lövőjét és beállóját, igen jól tudták teljesíteni. És a kapuban Hel Krisztina és Prostás Brigi is kiválóan teljesített. A hétvégén volt még ezt a mérkőzést megelőzően ismét 4 órakor egy ifjúsági mérkőzésünk, ahol János Halma csapatát fogadták a lányaink, és mivel nem volt serdülő bajnokság, ezért serdülő korú játékosokkal fel tudtam tölteni a csapatot, és előzetes információk alapján tudtuk, hogy egy gyengébb csapattal fogunk tudni játszani, és hát ez a mérkőzés első pár percében láthatóvá is vált, gyenge teljesítmény sikerült nyújtani az ellenfél János Halmai csapatának, és így 15-2-es félidővel tudtuk zárni az első félidőt, és így a másik félidőben már többet tudtam pihentetni azokat az ifista korú játékosaimat, akik a felnőtt csapatban is szerepet vállalnak. Úgyhogy a másik félidőben a serdülő lányok hozták le a mérkőzést, és 27-10-es végeredménnyel, tehát 17 góllal megnyerték ezt a mérkőzést is. A hétvégén volt még egy nem hazai mérkőzésünk is, az U13-as csapatunkkal Fenyves Éva utazott Lajos Mizsére, a bajnokság két favoritjával, a Kecskeméti Sportiskolával és a Kiki Kecskeméti csapatával mérkőztek meg. A mind a két mérkőzésen a nagyobb erőt képviselő csapatok bizonyultak jobbnak. Éva elmondta, nagyon meg voltak illetődve a lányok, tudták, hogy erős csapatokkal játszanak, és ez rányomta a mérkőzésre a bélyegét, úgyhogy mindkét mérkőzésnek a tanulsága az, hogy nem megijedni, hanem dolgozni tovább, de ezt a lányok is tudják, folytatjuk a munkát tovább. Jövő héten felnőtt mérkőzésünk hétvégén nincsen, van egy pihenőnapunk, viszont az ifjúsági csapattal és a többi utánpótláskor csapatunkkal pedig mérkőzéseket fogunk még játszani, akár hazai pályán is.